Üdvözlöm a kedves nézőket! Itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a videóban pedig a Pongrácz-úti lakótelepből itt vagyunk a Pongrácz-úti lakótelepen. Láthatjátok. Ott van ugye a... ugye... hogyha nem ki tudnám nagyítani. Ugye ott vannak ugye a selejtezett buszok. Ja, egy kicsit arrébb megyek. Ott. Meg be lesz karikázva, mert nem nagyon lehet látni. És lényeg, hogy most állunk egy Ikarus 412-est. Az előbb bement a BPI 019-es. És jelenleg most a 013-asra várok, mert ugye azon még nem voltam. A 012-es csak annyi információt elmondok, hogy azon voltam, de amikor voltam rajta, akkor nem volt kicsi, ki volt cserélve a csengő egy ilyen Solaris-os szarra. És most meg valahogy vissza lett cserélve az eredetire, tehát ezt kurvára nem értem. De mindegy, eleve az volt a terv, hogy ugye megvan a 13-asat, és akkor azzal megyek. Tehát most akkor várjuk szépen a 13-as, és akkor majd, amikor megjön, akkor jelentkezem. No, jön akkor a buszunk. Az majd 271-es. Ott jön, mert sárga kijelzős, de nem baj. Nekünk az is jó lesz, akkor erre felszállunk. És akkor ezzel pedig elmegyünk Kőbánya a sóvasútállomásig. És onnan meg majd egy kiköszönés, majd elintézem. Pongrácz-úti lakótelep. Ott van a BPI 048, és mellettünk, most haladtunk el mellette, de ezzel csak két magat megy a Kőbánya alsóig. Nos, hát ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Ahogy láthatjátok, ugye még itt áll ugye a pirosban ugye a 071-es. Tehát akkor, ha tetszett, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Ez nagyon szépen köszönöm, ezzel támogatjátok a munkásságomat. Akkor ez a videó már ennyi lett volna. Sziasztok!